miért elképzel, hogy hangoskétlenül van? Szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét egy gyors ellenőrzést kérünk a Facebookról, hogy halljátok-e a hangot. A YouTube-osok remélem hallani fogják. Kaptál visszajelzést a Facebookról? Múlt héten működött. Hát sok gond van ezzel a technikával, elárulom közben. Már ami kifordta magát múlt hétre, idejét múltá vált, mert hogy elfogyott a mobil internetem, és most kölcsön mobil internetet használok, és ebben akadtak gondok, de reméljük, hogy egyenesben leszünk. Nem érnem, hogy osztálom. Jó, akkor elkezdjük. Akkor köszöntök mindenkit most már hivatalosan is a Fehérvár Surgói hetednapi adventista gyülekezet ebédlőjéből, konkrétan. A gyülekezet egy része itt van velem, egy másik része bent van az imateremben, ahol tévén látják zátláncú közvetítésen, úgyhogy három kamera. Örülök, jól működik ezek szerint a Facebook. Néztem a próbafelvételeimet itt az imént a szünetben, templomi egyszerűségű falak vannak mögötte, mint a felvételen, és templomi csend és áhítat itt a jelenlévők körében is. Hogy azt korábban jeleztem, a mai lesz az utolsó élő adásunk erről a helyről átmenetileg legalábbis mindenképpen, és ha meg is kellett küzdeni érte, de elkezdődött. És egy olyan témát választottam, ami sokaknak ismerős lehet, de remélem, hogy egy olyan oldalát tudom nektek megmutatni, amelyik nem volt eddig annyira ismerős vagy figyelmet felkeltő a számotokra. Az alapigényket mondom, de leginkább azok kedvéért, akik nem járatosak a Bibliában, hogy nekik is meglegyen. Mózes második könyve, 20. fejezet, 9. verse. Tehát Mózes második könyve, 20. fejezet, 9. verse. Ami egy részlet a 10 parancsolatból, sőt azonban a 4. parancsolatból is egy részlet, annak a bevezető utáni első mondata. Ugye a bevezetés így hangzik a 4. parancsolatban, ez a 8. vers, hogy megemlékezél a szombatnapról, abból a célból, hogy megszenteljed azt, ezt nem mulaszd el, ugye ezt jelenti ez az ige. Az, amit pedig én idézni szeretnék ma alapigeként, az a következő mondat, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Általában ezt kívülről tudjuk, főleg adventistaként nőttünk fel, ugye, mert az egész parancsolatot tudjuk, és tudjuk, hogy ez is része a 10 parancsolatnak. Nyilván ti is ráismertetek volna akkor is, ha ezt nem mondom. A folytatást is ismerjük, sőt a folytatásról szokott több szó esni, hogy mit jelent a 7. nap, és hogy akkor ne, és semmit se, és még ez se, és senki se. Ugye ezt nagyon részletezi a parancsolat. És ezért sokakban úgy él ez, minthogyha a 4. parancsolat az a 7. napi nyugalomnak a rendelkezése lenne. De ha őszinték vagyunk, ez úgy kezdődik, hogy nem az, hogy egy napot nyugodjál, hanem hogy 6 napot dolgozzál. Én most ezért nem is akarok annyira kitérni a nyugalom kérdésére, de egy kicsit mégis, ha már itt szóba jött és érintettük, hogy a szombat az a pihenés, vagy a nyugalom alkalma. Nem tudom, hogy ti érzitek a különbséget a két fogalom között. Pihenni annyit jelent, hogy ledőlünk, nem strapáljuk magunkat, lazítunk. A nyugalom az éppen ma volt a Biblia tanulmányunkban is, ugye, hogy hol található egyedül nyugalom, hát csak is az Istenben van nyugalom. A nyugalom az egy minőségileg más jellegű tevékenység. Nagyon érdekes kérdés, hogy a pihenést azt általában úgy érjük, az nem tevékenység, nem csinálunk semmit, az a nem tevékenység tevékenysége. A pihenéshez képest szerintem annyival több a nyugalom, hogy annak van egy lelki vetülete, egy lelki tartalma, egy lelki lényege, hogy nem egyszerűen lazítok, nem egyszerűen nem csinálok semmit, hanem spirituálisan, lelkileg áthelyezem magam egy másik, hát ha nagy szót akarok mondani, dimenzióba. Pihenni egyedül is lehet, nyugodni igazán, csak az Istenben lehet. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem azt mondja, hogy menjetek el és pihenjetek. Olyat mondott a tanítványoknak, hogy gyertek el egy puszta helyre. De nem mondott, hogy menjetek el egy puszta helyre, pihenjetek, ha kipihentétek magatokat, gyertek vissza. Egyébként az lenne a pihenés. Az a pihenés. Nagyon halk. Hát pedig mindent, hogy igen. Ezt írták, ez mindig írja egy-két ember, hogy hallgatott, a számítógéppen van a baj, egy szavazást kéne csinálni, de azt most nem tudom. Jó, bocsánat. Igen, annyit mondhatok, bocsánat azoknak, akiknek halk, hogy én otthon két laptopon szoktam kipróbálni, az egyiken halk, a másikon teljesen jó. Sajnos van egy ilyen oldala, de kösz a visszajelzést. Azt kérem, megkérdezni, bocsánat, hogy van-e akinek jó, mert ha van akinek jó, akkor onnantól tudjuk, hogy van. Jó, köszönöm. Látni, hallani. Jó, köszönöm szépen. Igen, ez így szokott lenni sajnos minden szombaton, ennek ez az oka.
Ennyit talán a pihenésről, nyugalomról szerettem volna, úgyhogy nektek is megerősíteni, legyen a fejünkben az, hogy kettő nem ugyanaz, pihenésre is szükségünk van, tehát a nyugalom az egy más fokozat, egy más minőség, és Isten ezt szánta nekünk szombaton. Ahogy mondtam is, a nyugalom parancsolataként vonult be valahogy a hívők tudatába ez a negyedik parancsolat, pedig ott van a munka parancsolata is benne láthattuk, és azért úgy mondhatjuk, hogy ez az emberi életritmusnak a parancsolata. Mert ebben benne van az egész ritmus, egy heti ritmus. 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat, de a 7. napon ne. Nem véletlen az, hogy pihenni általában valami után szoktunk, indokolt. Van, aki rápihen dolgokra, vannak ilyen emberek is, de az egészséges az, hogy először dolgozunk, aztán pihenünk, és így jelent meg a parancsolatban is. Nem úgy, hogy a pihenéssel kezdődik a hét, és aztán 6 napi munka, hanem 6 napi munka, és aztán nyugodjál. És nekem ez egy nagy kérdés, hogy ugye az ajánlóban írtam is egy pár kérdést, ha láttátok, hogy mit jelent az, hogy 6 napon át munkálkodjál, hogy az Isten azt mondja, hogy ragaszkodok ahhoz, hogy a 7. napon ne dolgozz, hanem velem légy, nem bánom, hogyha 6 napot dolgozol, tehát megengedő. Vagy ti hogy érzitek, hogy ez nem megengedő, hanem kifejezetten felszólító, hogy elvárom tőled, hogy 6 napon át dolgozzál, de aztán elvárom, hogy egy napig viszont ne dolgozzál. Én az utóbbit érzem, tehát nem úgy van, hogy megengedő, hogy ha nagyon akarsz, dolgozzál 6 napot, csak a 7. ne. Neki halkan jegyzem meg, hogy az egyik nagy problémánk szerintem, hogy se igazán dolgozni nem tudnak sokszor az emberek, se igazán pihenni nem tudnak. Talán mondtam már nektek máskor is, hogy kempingben is dolgoztam egyetemista koromban nyáron, és a németek professzionálisan tudnak pihenni is. Azt, hogy dolgozni, azt mindenki tudja, de pihenni. Tehát ha náluk szabadság van, akkor a szentség. Tehát akkor nem megy el kalákázni egy építkezésre. Biztos van kivétel, de ami tipikus, hogy azt mondja, hogy ha munka van, dolgozik, ha nincs munka, nem dolgozik, éles határban. Nálunk sokszor egy kicsit ez olyan, hogy tudjátok, amit szoktam, hogy a dolgozgató népet szolgálgatom. Tehát, hogy dolgozgatok és pihengetek. Egyik se jó. Vagy dolgoz, vagy pihenj. Itt ez van leírva. Tehát ez egyszerre a munka és a pihenés parancsolata is, és én azt látom, hogy amire már utaltam is, hogy ez gondot jelent az emberiségnek. Ez egy aktuális parancsolat, úgy érzem. Az emberiség egy részének terhére van a munka, most nem tudom, hogy mondjam, én azt érzem, hogy az emberek nem szeretnek dolgozni, sokan nem szeretnek dolgozni, teherként élik meg, na jó, a pénzért kénytelenek. Egy másik része nem tud nyugodni, pihenni, és a két halmaz között van egy átfedés. Tehát van, akinek ez is nehéz, és az is nehéz. De kérdés, hogy mit csinálnak az emberek, mit szeretnek, ha se dolgozni, se pihenni. És elárom nektek, én úgy látom, hogy szórakozni. Tehát a szórakozás iránti vágy megfoszta a pihenéstől, nem csak a szombati nyugalomra gondolom, most tényleg szó szerint a napi szintű pihenésre, tehát annak a terhére megy, meg sokszor a munka terhére. És én ezért mondom nektek is, meg hát akik néznek bennünket, hogy én ezt egy nagyon aktuális parancsolatnak érzem. És nagyon nagy hiba, hogy sokan le tudják, hogy ez a zsidóknak szól, és a hetedik napi nyugalomról. Nem a hetedik napi nyugalomról szól önmagában, az nagyon fontos része. Ide is írtam magamnak, hogy miért hangsúlyozza annyira ezt a pihenést. Hát azért, mert a Biblia szerint ez egyszer még ilyen lesz, és jelentősége lesz a történelmen. A proféciák erről szólnak. Tehát hangsúlyt tesz arra, hogy milyen tökéletes legyen a nyugalom. Azért, mert egyszer jel lesz, azért is, mert addig nem tudsz közösségben lenni az Istennel, igazán nyugodni, amíg nem zárod ki azokat a körülményeket, amik ebben akadályoznának. Hát most beszélgettünk az előző órában arról, ugye a bibliaolvasás kapcsán, annak is meg kell teremteni a feltételeit, és ha nem tudod, akkor meg vagy rabolva. Nem tudsz odafigyelni. Ezt mindjárt ismerjük, hogyha valamire összpontosítani akarunk, márpedig a Bibliára összpontosítani kell, ha olvassuk, akkor nagyon nehéz úgy, hogyha elterelik dolgok a figyelmünket. Környezeti körülmények, vagy belső körülmények, mert zaklatott vagyok, nem tudok figyelni. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy azt mondják, hogy hát nyilván alkohol hatás alatt ne vezess autót. De gyógyszerek hatása alatt se vezess autót. És van még egy dolog, hogy felzaklatott lelki állapot, de ezt nem tudom, tudjátok-e? Hát mert gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hogy éred el azt a hatást a szervezetbe, külső eszközzel, bocsánat, mármint szerekkel, vagy másként. Tehát belülről is lehet egy olyan zaklatottság bennem, ami megfoszt engem attól, hogy figyelni tudjak az autóvezetésre, a bibliaolvasásra, szombaton az Istennel való közösségre. Amiben igazán nyugalmat lehet találni, és kell találni. Vagyis van aktualitása ennek a parancsolatnak ma is, nem kevésbé, mint a többinek,
Nem véletlen az, hogy Isten, amennyire én látom, a 10-ből ezt az egyet támasztotta alá úgy, hogy én is ezt csináltam. A többit nem. Erre lehet mondani azt, hogy igen, mert a többi erkölcsi jellegű inkább, az összes többi. Ez meg ilyen gyakorlatiasnak tűnik. Na de ennek is van erkölcsi vetülete, mert ha te nem nyugszol, nem találkozol az Istennel, hát az meg fog látszani rajtad. Még te is rá fogsz jönni idővel, a többiek hamarabb észreveszik, hogy nincs meg a fonál, elvesztetted a fonalat, nincs meg a lelki egyensúlyod. Nem vagy ugyanaz, aki szeretnél, és aki esetleg voltál olyankor, most nem vagy olyan, amikor elvesztetted ezt a közösséget az Istennel. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten 6 nap alatt teremtette az eget és a földet. Ugye nekünk ez nem kérdés, hogy lőn este és lőn reggel, tehát itt nem kell semmit beremagyarázni. Ez 6 naptári nap volt, és a 7. napon megnyugodott. Ugye már csak 2 dolgot nem értünk, hogy mi szükség volt 6 napig elhúzni ezt a dolgot, ha egyszer úgy is mondta a szavakat. A másik meg az, hogy mitől nyugodott, vagy mitől pihent, miután nem igen fáradt el. Részben mert Isten, részben mert szavakat mondott. Nagyon egyszerű a válasz, az egésznek nem funkcionális jelentősége volt az Isten számára, hanem egy mintát akart adni, és a 10 parancsolatot meghivatkozza, hogy ahogyan én, úgy te is. Mert ettől leszel boldog, ez az életednek, a lelki életednek a feltétele. Az Isten tehát ezt a mintát adta nekünk, és azt tette hozzá teremtés nélkülben, hogy az emberpárra bízta azt a kertet, hogy művelje és őrizze. A művelés az mit jelent? Gondoskodást. Tehát munkálkodni kell benne. Én ezzel sokat gondolkoztam, és most árulom el az ihletést, azt a tavaszi munkánkból nyerte végsem, hogy témához a kertben, hogy az Isten valami olyasmit adott nekünk életritmus gyanánt, egyébként fő tevékenység gyanánt, és erre még majd később visszatérek, hogy miért jó munkálkodni és a kertben, ami közel visz annak a megéléséhez, amit ő is megért. Tehát ő teremtette egy világot, és gondozza azt. Mi is, hogyha sokan kertészkedünk, az ismertem ezzel a témával jönni, mert fura lett volna mondjuk egy felhőkarcolóban lakótársaságnál, de hát én nem mondtok azok, hogy tavasszal rendbe teszed a kertet, elindítasz dolgokat, palántákat indítasz, adott esetben hajtatsz, vagy már ültetsz, és utána nem úgy van, hogy és akkor magára hagyod a kertet, hanem onnantól elkezdődik egy gondoskodás. Magadra veszed a felelősségét, a gondját. Én úgy érzem, hogy amit az Isten rájuk bízott Ádámra és Évára, semmit ránk bízott, ugye, mert ez a legősibb foglalkozás, a kertészkedés, az nem volt véletlen, mert azon túl, hogy fizikailag, mentálisan az ember egészségét szolgálja, a mozgása, jó levegő, azok a benyomások, egy kicsit közelebb visz bennünket az Isten tapasztalatához, hogy alkotni, gondozni, művelni, gondját viselni. Egy kicsit olyan, mint a nyitom ide magam, mint az együttteremtés idézőjelben, mert ugye mi is munkálkodunk, de nem sokat érne, ha az Isten nem adná az értető erőt a növényeknek, de hiába adná, ha mi nem vagyunk hajlandóak munkálkodni abban a kertben, ami a miénk. Ugye azt is felvetettem a bevezetőben, vagy ebben az ajánlóban, hogy a munka az szükséges dolog, az emberi létezésnek elemi része, vagy a bűn következtében beállt nyomorúságunk. Hát, ha megszavaztatnám az embertársainkat, félek, hogy lenne közel 2/3 többsége az utóbbinak. Ami megmondom, miért tragédia. Azért, mert egy jó dolgot tartanak rossznak, és ami segítene boldoggá válni, attól irtóznak sokan. Biztos hallottátok már is a munkaterápia szót, tudom, aminek van egy ilyen terhelt fogalma, de gyakorlatilag arról szól, hogy értelmes, hasznos, produktív tevékenységet folytatni, ha akarod, hanem visszacsator, visszahat rád, jó értelemben hat rád vissza. Ugye ide írtam magamnak, hogy méghozzá miféle munka. Ja, bocsánat, csak arra rendkedve, hogy válaszoljak a közmegegyezésünkön túl a Bibliából is, hogy van egy jó érv, hogy a munka már a bűneset előtt meg lett hirdetve a tevékenységek, tehát nem utána lett. És az egy más kérdés, hogy annyit mond a Biblia, hogy utána nehezebb lett. Ez tény, és sokan ezért nem szeretik. Kérdés, hogy a mi világunkban nem segít nekünk az, hogyha nehéz a munkánk. Mert ugye Szodomában nem volt nehéz a munka, de tudjuk is, hogy rosszra vezetett. Tehát úgy látszik, hogy az embernek szüksége van arra, hogy küzdjön, nehézségei legyenek, segít kordában tartani az emberi lényünket, a belső emberünket. Most a rossz lett illetére gondoltam.
Miféle munka volt tehát, amit Isten rájuk bízott, amit már említettem is? Kertgondozás. Hát azért most belegondoltam, volt ez a három hónap, most egy három hónapos menetelés végén vagyunk ezzel az utolsó oldással, hogy akinek bent kellett tölteni egy házba. Képzeljétek el, nekünk is ugye anyukám panaszkodott érthető lakótelepen, de hát én láttam a tévében, meg nyilatkoztak, meg hát nem nehéz elképzelni, hogy nem tudsz kimenni csak kockázat árán, mondjuk sétálsz, az olaszoknál volt, hogy 100 méterre mehetsz el a lakásodtól, meg ilyenek, azért gondoljátok meg. És akik így lakunk, hogy kimehetsz a kertedbe, de hát akár a faluból is, mert most itt ez nem tétel. Kedves gyülekezet, sok mindenre megtanít egy ilyen helyzet, mint ez a mostani volt. Tehát a dolgokat úgy helyre tolja, hogy minek van értéke, mi a fontos, mi a jó. Én is ezt értem át, elárulom nektek, hogy nagyon sok a munka, nem mint az egyéb munka az egyházon belül, és tavaly mondtam már nektek, 7. évet tartottunk, nem meggyőződésből, hanem spontán. Nem nyitottam ki a kertbe, tehát olyan gaz volt, hogy ez hihetetlen. Most viszont otthon voltam, vettem azt a bizonyos kapát, talán már mondtam nektek, egy ilyen elektromos rotációs kapát, és óriási küzdelmet hirdettem a gaz ellen, még folyik, de jól állok benne különben. És közben jöttek gondolataim erről, amiről beszélek, és azért gondoltam, hogy megosztom veletek. Részben az, hogy tényleg ez a csodálatos a kerti munkában, már mondtam, de megismétlem, hogy nagyon hasonlít a teremtő munkájára, kicsiben. Tehát mi is berendezünk, gondozunk, látjuk, ahogy felnő, benne van a munkánk. És mikor benne van a munkánk, akkor közel áll a szívünkhöz. És akkor jön egy jégverés, az máshogy fáj, mint egy városi embernek. Most bocsánat, hogy így mondom, nem? De hát ettől értető. Ha jönnek a kártevők, fáj. Ha mondjuk ilyen nem történt, tehát nem mondom, de ha valaki a családból kigyomlálja a haszonnövény tévedésből, olyan is volt már, az fáj. Mennyire fáj az, amiben beletetted a figyelmedet, a fáradtságodat, amitől azt vártad, hogy majd jó gyümölcsöt terem, ugye a Biblia ígét idézek rajátok. Milyen lehet a jó Istennek azt látni a teremtett világban, hogy ebbe sok mindent beletett? Ismeritek, ugye a személyzsajásnál írja azt, hogy szőlő ültetvényt plantált, és akkor mindent kiépített, és most azt várta, ugye az Izraelre mondja. Szerintem a kerti munka, még ha van is benne csalódás, olyan értelme, hogy keserűségnél, hogy valami kár van, azért is jó, mert azt is közel hozza hozzánk, hogy mit érezhet a Jóisten, amikor látja a saját világát pusztulni, romlani, amikor mi felelőtlenül pusztítjuk. Egy olyan világot, amiben nem csak a fáradtságát tette bele, hanem a fiának az életét is azért, hogy mentse, ami menthető. Én olyan erős párhuzamokat éreztem, én ezért is gondoltam azt, hogy megosztom ezt veletek, hogy ti is, ha eddig nem gondoltatok rá, gondoljatok, amikor kertészkedtek, hogy így asszociál az ember, hogy mit érezhet az Isten. Ha én ezt érzem ilyen dimenzióban, akkor mit érezhet ő akkora dimenzióban? Azt is csodálatosnak érzem, amit az előbb már idéztem, de megint megerősítem, meg is kerestem, aztán 1 Korintus 3:6-7-ben van, hogy van, aki plantál, ezt tudjátok, átítéltek be hozzá, hogy Apollós plantált, azt hiszem, és akkor, igen, és akkor, de kiadja a növekedést. Tehát egy mezőgazdaság, 1 Korintus 3:6-7, egy mezőgazdasági képet hoz hasonlatként Pál apostol, hogy ugye a növényeknél megesik, hogy nem a saját kertedet viszed végig, ugye a misszióba, hanem hogy valaki átítetene plantál, az ígét hirdeti, megragadja a hallgatót, hogy jön valaki, aki segít, hogy továbbfejlődjön az, ami megfogant az a mag, de azt mondja, hogy kiadja a növekedést, nyilván lelki értelemben, hát azt nem Pál adja, meg nem Apollós, mert ezen ment a vita Korintusban, hanem az Isten. Ők csak eszközök, ők csak ilyen napszámosok, akik csinálták. Most én szeretném visszafordítani a lelki tanúságot, transponálni, átfordítani, most vissza a kerti valóságunkra, hogy szerintem az a csodálatos, és azért csodálatos az Isten elgondolása, hogy egy könyverőként, nem akarom bántani őket, bár sosem szerettem a könyverést, de mondhatnám közgazdászként, programozóként, magamra veszek mindent. Sose fogod megtapasztalni azt, amit a növényekkel folytatott munkában, főleg haszonnövényekkel folytatott munkában, hogy te teszed, amit te tudsz tenni, és mégsem attól nő a növény, de számít, mert a növekedést a növénynek is, ugyanúgy az Isten adja, hogy az emberi léleknek. Tehát most visszaporítottam a természetre azt, amiről Pál beszél. És az Isten azt mondja, hogy csináljuk együtt. Ez egy együttmunkálkodás.
és közelebb kerülsz az Istenhez azáltal, hogy mondjuk a kertben vagy tevékeny, mert te is tudod, hogy hát nem tudom ti, hogy vagytok, mert hoztam képeket is, de megspórolom nektek, nem vetítem ki a kertemről, vagy a kertünkről, hogy nő benne a saláta, olyan jól néz ki, a római saláta, meg a paradicsomok nagyon erősek, hogy milyen boldog tőle az ember. És kettős érzés. Egyrészt olyan jó, mert érzem, hogy benne van az is, amit én csináltam. Másrészt tudván tudom, hogy nem ért volna semmit, amit csináltam, ha valaki nem adja ezt a növekedést. És szerintem az Isten, amikor azt mondta, hogy a szombatot vele töltsük, és minél többet dolgozzunk növényekkel kertben, akkor ezzel mind azt mondta, hogy legalább közel lesztek hozzám. Legalább épültek ezáltal is. Legalább a lelketek is fejlődik. Még itt vannak azok, amiket már korábban elmondta, hogy mit érez az ember, mikor aztán jönnek a károk, és akkor szívből fáj, és akkor eszembe jut, hogy Istennek hogy fájhat ugyanez nagyba. Ide írtam magamnak valamit, hogy azt mondják, hogy fontos a mozgás, és akkor mondhatjuk azt, hogy most teljesen mindegy, hogy kertészkedsz, vagy sportolsz. És én rögtön ellene szavazok, hogy nem. Én tisztelem a sportolókat, meg a sportot, de pont azért nem mindegy, amit eddig elmondtam. A sport az egy jó dolog, hasznos dolog, kivéve a versenysportot, ahol túlhajtják már magukat, meg adott esetben szereket használnak sokan sajnos. Tehát egy egészséges mértékű sportolás az egy nagyon jó dolog. De soha nem fogja azt visszaadni, amit ez, amiről beszélünk, hogy a kezed munkája nő, és úgy, hogy tudod, hogy nem csak te, hanem az Isten. Ezt lehet hinni, vallani. Egy programozó is mondhatja azt, hogy megáldotta az Isten, mert sose jutott volna eszébe ez a gondolat, és én el is fogadom. De az nem lesz soha ugyanaz, és nem hatált ugyanúgy vissza lelkileg és mentálisan, mint hogy szemmel láthatóan nő az a növény, az Isten adja a növekedést, te pedig teszed, amit tenni kell hozzá. Kedves gyülekezet, nagy áldás a munka, főleg az ilyen jellegű munka. És ennek megvannak az újszövetségi, hát én úgy írtam magamnak ide, hogy nyúlványai ennek a gondolatnak, tehát egy átnyúlik, tovább viszi. Két igét idézek, megmondom őszintén, most nem kerestem ki, úgyis ismeritek, illetve meg lehet keresni konkordanciába gépeken. Azt mondja Pál apostol, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És ha nem dolgoztam, akkor csak fontos dolog lehet ez a munka, nem? Tehát, hogyha azért ne egyen, mert nem akar, ugye most nem, de azért kitérek rá, hát, ha nem mindenkinek tűnt fel, hogy nem azt mondja, hogy nem dolgozik, mert munkanélkül, nem akar dolgozni, és úgy munkanélkül. Nem mindegy, de ha az a helyzet, hogy nem akar, akkor nagyon egyszerű a képlet. Nem azt mondja, hogy hát akkor rá kell hagyni, ne legyen bizottsági tag, tehát nem ilyen közvetett dolgokat mond, ez egy elég nyers dolog, nem, hogy hagyjanak enni, az nem. Tehát, hogyha nem akar azért tenni, hogy legyen ennivaló, akkor ne hagyjanak neki enni, ne egyéb. Erős. Na de hát ez mutatja a dolog súlyát, hogy a munka akkor szerves része az emberi életnek ezek szerint. Az új szövetség szerint is. És van itt egy nagyszerű ige, egy másik, amit sokszor nem veszünk tudomásul, az a tulajdon kezeitekkel munkálkodjátok. Erről beszéltünk eddig. Ha nem a tulajdon kezeiddel munkálkodsz, lehet, hogy jobban keresel, de megfosztod magad attól, amiről én eddig beszéltem, hogy az Istennel találkozol a munkádban is. Képzeljétek, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat, a kertben is, ezt én teszem hozzá, akkor 6 napig velem leszel, a munkádban is. 6 napig hat rád, ez a közösség velem. 7-én meg ne csináljunk semmit, se te se én, bocsánat, hogy így megidézem a Jóistent, de értitek, hogy miért meg nem tiszteletlenség van. És akkor meg ezt teljesen együtt töltjük nyugalomban. Most képzeljetek egy olyan emberi életet, amelyik így telik. Nem nehéz szerintem megjósolni vagy megtippelni, hogy lelki értelemben ez toll az emberen, vagy semlegesen hagyja, vagy akadályozza. Hát szerintem ennél intenzívebb hatás nincs, nem? Hogy hétköznap úgy hat rád az Istennel való közösség, szombaton meg így hat rád az Istennel való közösség. Tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, mert ennek más a lelki haszna, mint hogyha nem. Ugye ezt is kötelezettségként szabja ki az apostol. Nem azt mondja, figyeljetek meg az igéket, nem azt mondja, hogy szerintem. Tudjátok, nagyon, Pálba nagyon tetszik a pontossága, tényleg ott azért volt sok minden. Fejben, lélekben, mikor azt mondja, hogy ezt én mondom, ezt nem az Úr mondja, ezt viszont az Úr mondja. És korrekt, mert azt mondja, hogy nézzétek, ez egy szempont. Én így látom, azért van némi tapasztalatom, de nem merek rá úgy hivatkozni, az Úr mondja. Itt viszont én úgy emlékszem, hogy nem azt mondja, hogy Pál szerint tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, hanem egy egyetemes apostoli utasítás, hogy egyébként ezt hagyjam, ez nem azt jelenti, hogy mai világ, ugye ne lehetnének értékpapírok a birtokunkban, vagy nem fektethetnénk be a pénzünket. Azt mondja, hogy de ne abból élj.
Tehát ne egy olyan életet alakíts ki, neked már nem is kell dolgozni, mert a pénz fiaja a pénz. Mert van, akinek ez a célja, ez az életeszménye. Sokan vannak így, akiknek sikerül is, meg sokan, akik ezt szeretnék, de még nem sikerült nekik. Azt mondja, hogy az az igazi, hogyha ez megvan, de attól még. És eszem jutott egy példa, csak részleges lesz valószínűleg. Nemrég meghalt az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hallottátok-e. Egy idős úr volt, egyedül élt, hát mondjuk nem volt szegény, maradunk annyiban, és ami iszonyú öreg csotrovány volgón járt, és tehát vannak olyan emberek, akiknek nem az a célja, hogy nem tudom milyen komfortot vagy luxust varázsoljanak maguk köré, és nagyon tisztelem az ilyen embereket, akik tudnak bánni a javakkal. Nem tudom, meséltem nektek talán egyszer, volt egy ismerősöm Lányfalon, egy orvos, egy nagyon király, nagyon jó orvos a szakmájában. És mármint a szakterületén, tehát azon belül. A gyerekei Amerikában tanultak egyetemen, szép helyen lakott voltam nála, és minden nap egy 601-es kétütemű Trabanttal vágtatott be az orvosi egyetemre, meg a klinikára. Mert ugye nem ebben érezte úgy, hogy most neki meg kell valósítani önmagát, vagy státuszni. Az ilyet mindig annyira értékelem, mert látom, hogy egy ember elkerült egy csapdát. Van esze, tudja, hogy kezelje a dolgot. És én azért mondtam el ezt, hogy önmagában az, hogy valakinek vannak más jövedelmi forrásai is, az nem elítélendő. Pál nem azt mondja, hogy az baj, a baj az, hogyha te elkezdesz úgy élni más jövedelmi forrásokból, hogy te már nem is dolgozol. Na ott vesztesz el valamit, ott vesztetted el a fonalat, ott sikott ki valami az életedben. Nyugodtan, persze. Így van. És itt van meg az, hogy tulajdon kezeitekkel, szép dolog, nyilván a sokféle szakma, vasas, meg nem tudom, meg kell is, hogy szükség van rá, de azért legyünk őszinték, hogy azzal semmi nem betegszik, amikor az Isten teremtette világhoz közel éled az életedet, és abban munkálkodsz. Nagy kincs, ha ezt valaki megkapja, akár hivatásként, mert az is lehet, akár megengedheti magának, mert van háztály, ugye, ahogy ezt régen mondták, vagy van rá idő, legyen rá idő. Egy dolgot szeretnék még a befejezés előtt mondani, nem akarok most sem hosszan szólni. 1 Mózes 1.28, tehát ez a teremtés fejezete, tehát a legelső fejezet Mózes első könyvében, ott azt olvassuk az emberpár megteremtése után, Isten azt mondja, hogy hajtsátok birodalmatok alá a földet, és uralkodjatok rajta. Hát ez egy elcsépelt dolog, arra már nem akarok kitérni, hogy sokan ezt... Szó szerint gondolja. Hát igen. Akik ezt szó szerint csinálják, hogy kizsákmányolják a földet, azok nem erre az ígére hivatkoznak, mert nem is ismerik. Tehát a lényeg az, hogy ez az ige nem azt erősíti, ami történik a világunkban, hanem a felelős, gondoskodó, fenntartó uralkodást állítja eszményként elénk. Ami a felelősség hordozás. És azt mondom, hogy ha van két dolog, ami szükséges, az egyik az a tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a másik, hogy és ebben hordozzatok felelősséget. Arról már beszéltünk, hogy miért fontos a személyes munka, és miért jobb minél közelebb van a természethez. Én most ezt azzal egészíteném csak ki, hogy a felelősség hordozás is formálja az embert. Mondják, hogy teher alatt nő a pálma, tudjátok, van ez a mondás, ez nem mindig a effektív munka terhe, hanem sokszor egy pszichés teher, hogy neked gondod van, gondoskodnod kell, szempontjaid vannak. Kedves gyülekezet, ha ez a két dolog összetalálkozik az életünkben, ez a legjobb záloga annak, hogy fejlődjünk. Lelki értelemben is. Tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, és felelősséget hordozzatok. És nézzétek meg, hogy szegény emberiségünk miben törekszik, mi a fő törekvés, hogy ezt a kettőt elkerülje. És ettől lelkileg nem fejlődik az emberiség, hanem elmarad a fejlődés, finoman szóval, hogy éppen visszafejlődik. Ez olyan kincs, hogy mi ezt tudjuk. Még csak mélyen bele se kell olvasni a Bibliába. Rögtön az elején vannak ezek a gondolatok. Hogy az Isten azt mondta, hogy dolgozzunk, mert akkor leszünk boldogok. Hordozzunk felelősséget, mert akkor leszünk boldogok. És nekünk arra kell vigyáznunk, hogy mivel a világ azért alapvetően másról faján, tisztelt a kivétel, mert nem mindenki ilyen azért azt hozzáteszem, de azért van egy sodrása a világnak. Ha mi ezt tudjuk, hogy más a sodrás, nekünk vigyázni kell, hogy mi nekünk nem az a norma, nem az a cél, nem azt tartjuk komfortos életnek, amit esetleg sokan körülöttünk is, hanem mi tudjuk, hogy az Isten azt mondta, hogy nem akkor leszel boldog, ha nem dolgozol, de lesz pénzed,
Nem akkor leszel boldog, hogyha mások hordoznak felelősséget, és te mindent lelökhetsz magadról és elháríthatsz, hanem akkor leszel boldog, amikor beleállsz, és megtapasztalod ennek a kihívásait, és fejlődsz ennek a hatására. Tudom, ezt régebben is mondtam, hogy nekem egy örök példa, hogy a Nagy Sándorék idejében 16 évesen már harcoltak a falancba a srácok. És nem az jött le nekem az eddigi történet, hogy meg hogy mindenki megpróbálta ezt elkerülni. Tehát, hogy ez volt az, ami ettől számított férfinak. Hát, nagy dolog volt, hogy már őt elfogadták, a többiek, akik már ezt régóta csinálták. De érdekes, hogy a régi világban ettől számított férfinak, aztán voltak, mit tudom én, az én gyerekkoromban, akkor az, hogyha valaki cigizett, akkor már férfinak számított, az egy más fokozatmérés. A mi szemünkben az számítson, önmagunk számára, egymás számára, a gyerekeink számára, hogyha azt mondjuk, hogy tud dolgozni, szeret dolgozni, sikerélménye van benne, erről nem is beszéltem eddig különben, hogy egy csomó ember a sikerélményétől fosztja meg magát attól, hogy nem dolgozik. Mert az a nagy dolog, hát Isten ezt mondta, ugye gondoljátok meg, igen, ezt is írtam, csak elfelejtettem mondani, hogy azt mondja, hogy amikor véget ért a teremtés munkája, akkor Isten visszatekintett rá, és megszemlélte, hogy minden igen jó. Az elnézést nem akarok profánálni, de miért mit várt? Értitek, miért mondom, hogy nem azért volt rá szükség, mert ő akkor látta meg, hogy jaj, hát tényleg jól sikerült. Ebben is a minta van, hogy Irdi mondja, hogy hát nekünk is szükségünk van arra, hogy megálljunk, hogy visszatekintsünk, hogy legyen mire visszatekinteni. És ez egy jó érzés. Tényleg annyira élvezem, ahogy én is átalakítom otthon abból a gazból, ami lett, és most már ott tartok, hogy már pályára állítottam a haszonnövényeket, most már jönnek a szépítős részek, meg a többi. És egy nagyon fontos dolog, amit el akartam mondani nektek, ami az egyik ihletett pillanat volt, hogy ezt válaszol, ezt a témát, mikor ugye ezzel a rotációs kapával jól fel tudtam lazítani a földet, meg porhanyósította, egy gond volt, hogy annyi gyökér volt meg gyom, hogy így felspullizza. És akkor tovább tart lepucolni, mint csinálni. És mikor azért alapvetően megvagyunk, hát úgy néz ki a kert, mint soha mióta ott laktunk. Ugye most több időm volt, meg volt ez a kapatavasszal. És mikor kimegyek minden reggel, minden este kimegyek különben. Bocsánat, nem magamat reklámozom, hanem hogy hadd, én így élem át. Figyelj, reggel kimegyek. Egyszerűen ott veszek levegőt, feltöltek ezek, lehet, hogy elindulok Pestre, de kimegyek. Este hazajövök, addig nem tudok levegőt, mert még nem néztem meg. Aztán néha előkapom a hosszú nyelvű sarabolókapát, bejárás van, 200 négyzetméter, tehát úgy képzeljétek el. És akkor, ahol gyomot látok, annak nincs ott a helye. És ilyenkor jutott eszembe az, hogy mit érezhet a teremtő, hogy annak nincs ott a helye. És most, hogy esett az eső, tudjátok, megszívják magukat vízzel, és amikor húzod a sarabolóba, itt ismeritek szerintem, és akkor érzed, hogy szakadt a gyom. Hát az egy felemelő érzés. A nyelén érzed, amikor szakad. Komolyan. Hát bocsánat, de ez ide vág szerintem a témához, hogy és milyen lehet a jó Istennek, hogy ő is kell, hogy karba tartsa a kertet, hogy a haszonnövénynek legyen helye, a gyom ne lepje el teljesen, de az a várakozás, ami nekem is egy várakozás, hogy és amikor nem lesz gyom. Én tudom, hogy az én kertemben mindig lesz gyom, de döntő csapást akarok elmérni, tehát, hogy vissza legyen szorítva. De amikor ezt csinálod, és rájössz, hogy gyakorlatilag te azt csinálod, most bocsánat, de azt csinálod, ami a történelemben folyik, és az Isten ugyanezt folytatja, hogy csinált valamit, amiben nem volt gyom, most ha nem vigyázna, akkor mindent ellepne a gyom, az özönvíz idején mindent ellepett a gyom, ezek mind megvannak. És kedves gyülekezet, az Isten, amikor azt mondta, hogy ilyen életmódot folytassunk, akkor ő tudta azt, amiről én most beszéltem nektek, hogy erről mindig az fog az eszünkbe jutni. Jézus miért használta a példázatait? Hát azért, mert hogy most vagy érti, vagy nem. Emlékeztek a magvetőnél, azt hiszem ott mondja ugye, hogy nem értik. Hát nem baj, majd nektek elmondom, ők meg gondolkoznak rajta addig is. De ahányszor magvetőt láttak, mindig beugrott, hogy Jézus erről beszélt és mit akart mondani. Ha más nem, ha erre gondoltok, hogy Jézus innen vette a példákat a fölművelésből, a természetből, én azt mondom, hogy aki megteheti, ugye nem tudom, hogy kik fogják még ezt megnézni, de nyilván nem akarok senkire terhet helyezni, mert hát nem is szabad, meg nem is értenék vele egyet, de akinek megvan a lehetősége, az éljen vele. Egyébként ilyen világi oldalként olvasok ilyen kertészókat is, mondják, hogy ha van erkélyed, ott már azért tudsz egy pár tövet, mert felviszed egy virágládát. Tehát, hogy kicsiben mindenki megtapasztalhatja ezt az örömet, ezt a fajta gondoskodást.
És én hiszem azt, vallom azt, meg tapasztalom azt, hogy ez átformálja az embert. És Isten azt akarta, hogy ennek helye legyen az életünkben. És egy ilyen félig meddig mezőgazdasági gyülekezetben úgy éreztem, hogy ennek van helye, hogy elmondjam, és pozitív fogadtatásra fog találni. Azzal zárnám a mondandómat, hogy amikor a teremtés emlékünnepét üljük, mint ma is, egyébként érdekes, ez nem egy éves ünnep. Tehát, ha ember lett volna, úgy intézte volna, hogy felírták volna, hogy Anno Mundi, tehát a világ fennállásának a hanyadik napján, tehát hogy gyakorlatilag az volt a nulla, vagy az első nap, és évente egyszer megünnepelnénk a teremtés ünnepét. Isten meg erre azt mondta, hagyjuk, nem mondom meg, hogy mikor volt, csak azt, hogy vasárnaptól péntekig tartott, és minden héten ünnepeljük meg. Ez nem évente kell, ez hetente, 52-szer gyakrabban. Amikor a teremtés ünnepét üljük, mint ma is, de egy hét múlva is, csak akkor más annak nem leszek itt veletek, van helye erre gondolni, amiről most beszéltünk. Én ezzel is éreztem ezt ideírőnek, ezt a témát. Erősödjünk meg abban, hogy mi szeretnénk közelebb kerülni ahhoz a fajta életmódhoz, életvitelhez, amit az Isten szánt nekünk. Ha megértjük, bocsánat, a jelentőségét az alapján is, amit elmondtam, akkor próbáljuk meg. Ne mondjuk azt, hogy nincs rá időnk. Én is elhatároztam, hogy akár mit hoz a jövő, tehát akármilyen munkaterheltséget, nekem erre szükségem van. Lelkileg is, nem csak fizikailag. És akkor még a jó levegőről nem beszéltünk. Nem beszéltünk arról, hogy azt mondják, hogy a kerti munkával járó tevékenységek olyan összetett mozgások, hogy a teljes izomzatot egészségesen átmozgatják, nem úgy, egy edzőterem, hogy bizonyos izomcsoportokat te megdolgoztatsz, esetleg húzatlan, a többit pedig nem. Őszintén szólva, én nem vagyok nagyon meglepve, hogy nem tudtunk jobb dolgot kitalálni, mint az Isten. Mert ugye azért. Hát, hogyha lenne jobb, akkor azt mondta volna. Ő azt mondta, ami a legjobb, csináljuk azt, ami a legjobb. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy nekem sok áldás rejlik abban, ahogy a kertben tevékenykedek. Nagyon sok ige hirdetéshez ott születnek bennem gondolatok. És én hiszem azt, hogy mindenkire ilyen jó hatással van, és kívánom, hogy mindnyájatokra ilyen jó hatással legyen. Akik már csináljátok, azokra is, akik esetleg most megerősítést kaptatok, azokra is, akiket esetleg elindít ezen az úton, mert nézik. És kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogy az Isten tudja, hogy mit mond, és ő áldásul szánta nekünk a hatnapi munkát is, és kötelezőnek. Főleg ilyet, ha lehet. És a hetedik napi nyugalmat vele. Ebben legyen mindannyiunknak áldása az Istentől. Amen. Amen. Szokás szerint most együtt imádkozunk fennállva itt a közvetítésre tekintettel. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked azt, hogy a Biblia minden részében, minden ízében arról győz meg, hogy te a javunkat keresed kezdettől fogva. Olyan jó dolog ezt tudni, és azt is, hogy ezzel együtt te bölcs is vagy, nem csak úgy keresed a javunkat, mint mi sokszor emberek egymásét jó szándékkal, de esetlenül, hanem a te isteni bölcsességed és a te irántunk való jó indulatod nekünk mindenben a tökéleteset mutatta meg. Köszönjük, hogy már a teremtést is úgy vitted véghez, hogy aztán majd visszahivatkozhass rá, hogy vegyük ezt a példát magunkénak, és köszönjük, hogy az erkölcsi törvény része lett ez, ami gyakorlati tanácsnak látszik, vagy utasításnak. De most átgondoltuk és érezzük az erkölcsi jelentőségét, hogy igen, nekünk 6 napon át dolgozni kell, aztán pedig pihenni kell, és a kettőt nem szabad egymással kevernünk és vegyítenünk. Sőt, az a pihenés az legyen kifejezetten nyugalom, amit közösségben töltünk veled, közösségben töltünk egymással is, mint a Szent Gyülekezés napján, ahogyan ezt elrendelted. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindenre adtál nekünk tanácsot, utasítást. Köszönjük, hogy a legtöbb dologban még magyarázattal is szolgáltál, hiszen ha megértjük, talán jobban magunkévá tesszük. És azt is köszönjük, én is személy szerint, és akik itt már foglalatoskodunk kerti munkákkal, hogy meggyőződhettünk arról, felismerhettük azt, hogy a Te isteni bölcsességed rendelte úgy, hogy az első emberpár is dolgozott, szükségük volt a munkára, és hogy éppen ezt a munkát az általad növekedéssel ellátott, a növekedést biztosított növényeknek a munkáját, gondozását látták el. Most, amikor mindezt átgondoltuk együtt, jobban értjük azt, hogy miért az van, ami van a Bibliában ott az elején leírva, és szeretnénk, hogyha a mi életünkben is ennek a tanúságai gyökeret vernének, és amennyire a mi körülményeink engedik, ehhez tudnánk igazítani a mi életünket.
hisszük, hogy ahogyan ez az ő számukra akkor áldás volt, lehetett, vagy lehetett volna, ugye mi számunkra is áldás lehet ma. Kérünk, ebben támogass mindnyájunkat a te szent lelkeddel, a te kegyelmed gazdagsága szerint. Amen. Amen. Köszönjük szépen a figyelmet, elbúcsúzunk.